A később képzőművészeti gimnáziumba kerülő Tamás akkor jegyezte el magát végleg a festészettel, amikor a Holland Királyi Akadémia professzora személyesen jött el Magyarországra, hogy a gimnázium vezetői engedjék náluk tanulni a világra szóló tehetségnek tartott fiatalembert. Az anyai ágon cigány, a közeli Lónyay utcában élt Péli Tamás, a cigány képzőművészet egyik megteremtője, és egyben a 20. századi magyar festészet egyik ünnepelt csillaga lett. Ahogy ő is vallotta, homlokomon két aranypánt van, az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom. Ma van a nemzetközi rom.